Milánovics Otília, Budiszavai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke elmondta, nagy sikernek számít, hogy már 7. alkalommal sikerült megszervezni ezt a fesztivált. Azzal a céllal szervezzük, hogy a gyerekeket összegyűjtsük, hogy megszerettessük velük az éneklést, a táncot, hogy gyakoroltassuk a hangjukat, és hogy a lámpalázat legyőzzék. A diákok 3 kategóriában versenyezhettek, a produkciókat pedig zsűri értékelte. A felkészítő tanárok szerint ez egy nagy lehetőség a gyermekeknek. Az éneklés az nagyon fontos a gyerekek részére, már kiskoruk óta fontos ezt nevelni és dolgozni a gyerekekkel, hogy természetesen fejlesszék a hangjukat, és hogyha kiskoruktól már elkezdenek foglalkozni velük magasabb színvonalon, akkor eredmények is lesznek. A fellépő kisiskolásoknak a szereplés kötetlen és felhőtlen szórakozás volt. A zene az az én életem, én más nem is szeretek annyira, én komolyan én csak a zenével élek, nekem, én ott érzem magamnak szabadon. Azért jöttem ide, hogy természetesen, hogy megnyerjem, ha lehetséges, és hogy örömmel teszem ezt, mert szeretek énekelni. Azért szeretek énekelni, mert már nagyon sokat gyakoroltam, és már annyira szerettem. Gedeon bácsi a női fodrász, nagy művész, ő a fűhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. A vetélkedő után kategóriánként kiosztották a díjakat. Az első helyezettek Kálóci Norbert, Molnár Alíz és Vörös Henrietta lettek.